Európában évente több mint 40 ezer nő veszti életét petefészekrák, vagy annak szövődménye miatt. A nőgyógyászati daganatok közül a legtöbb halálesetért a petefészekrák felel. A Májva Virág Alapítvány a nők gyógyulásáért és a megelőzésért tevékenykedik, már Nyíregyházán is, és vendégünk a stúdióban Tóth Katalin, a Nyíregyházi Májva Virág pont vezetője. Jó napot kívánok! Jó napot kíván. Eléggé döbbenetes adatok vannak a betegséggel kapcsolatban, a petefészekrákkal kapcsolatban. Hazánkban 700 nőt vesztünk el miatta, és a nyolcadik gyakori brákos megbetegedés. Mi ez a betegség, mit lehet róla tudni? A petefészekrák az valóban egy ijesztő adatokat mutató nőgyógyászati daganatféle. Itt sajnos a, ményakrák megbetegedéssel szemben ezt a betegséget nem tudjuk megelőzni, hanem a korai diagnosztizáció az, ami, ami arra vezethet, hogy minél jobb lefolyású legyen ez a betegség, és minél hatékonyabban legyen kezelhető. Valóban ijesztőek az adatok Magyarországi és, és Európai szinten. A Májva Virág Alapítvány, illetve ezáltal a mi Májva a nem csak a ményakrák megbetegedése és megelőzéssel foglalkozunk, hanem a petefészekrák megelőzésével, illetve korai felismerésének a lehetőségeivel is foglalkozunk. Hogyan alakul ki ez a betegség a petefészekrák? Milyen korosztály veszélyeztetett? A legveszélyeztetettebb korosztály az az 50 év feletti ö, hölgyek, Érdemes egyébként évente szűrővizsgálatra menni, nőgyügyelzeti szűrővizsgálatra, mert itt ultrahangos módszerrel hasi, illetve petefészek ultrahanggal ez a betegség a korai stádiumban felismerhető. Tehát akkor felismerhető. Felismerhető. Tehát felismerhető. Hát akkor ebbéli helyzetben azért egy kicsikét megnyugvás. Önök ugye említette, tehát főként a ményakrákkal foglalkoznak. Arra kérem, hogy egy kicsikét meséljen magáról az alapítványról. Miért pont májva virág alapítványa neve? Hát azért pont májva virág, mert Tóticó a májva virág alapítványnak az elnöke, és ő gondolta úgy, hogy a májva virág az a, az a virág, ami legjobban jelképezi azt, hogy mi nők milyen szívósak és milyen, milyen kitartóak vagyunk. A ményakrák is az nagyon-nagyon hát jellemző betegség, de azért nem annyira elterjedt, hál' Istennek, mint a petefészekrák. Itt azért más számok vannak, ha jól tudom. Előfordulásában nagyjából megegyeznek, viszont itt megelőzési lehetőségeink kicsit tágabbak. Tehát ha évente eljárunk szűrővizsgálatra, illetve ö, megfontoljuk a, a humánpapilló a vírus elleni védőoltásnak a lehetőségét, akkor ez a kettő együtt elég nagy biztonsággal ö, nyújt védelmet a maga, maga ellen a ményakrák megbetegedése ellen. Tehát így gyakorlatilag egy védőoltással meg lehet előzni. Védőoltással és rendszeres szűrővizsgálattal a betegség igen, nagyon nagy százalékban megelőzhető. Tehát e tekintetben másabb, mint a petefészekrák, hiszen azt védőoltással nem lehet megelőzni. Így van. Így van. <haz> 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 a táplálkozás esetleg az valahogy, vagy valamilyen másfajta megelőzési formája van-e, akár a ményakráknak, akár a petefészekráknak szembeszélgetésünknek ez a fő témája. Uh -huh. Hát uh, erre nagyon adatok szerintem nincsenek, hogy a táplálkozás összefüggésbe hozható-e uh, ezzel a két betegséggel. Igazából ugye az egészséges életmód és táplálkozás az, az uh, minden betegség megelőzésében, Ö, nagy szerepet játszik, ö, de ki a rendszeres szűrővizsgálatot, mert ö, illetve a minyakrákkal kapcsolatban a védőoltást, mert ez az, amivel megelőzhetőek, illetve korán felismerhetőek ezek a betegségek. Ha jól tudom, akkor már egészen fiatalkorban ajánlják a védőoltást a minyakráknak. Így van, tehát a kampányoltás keretein belül az iskolában a hetedik osztályos lányok, amennyiben a szülők beleegyezésüket adják ebbe, illetve kérik, a lányok a, a humán ma vírus elleni oltóanyagot két részletben fél éven belül megkaphatják, igen. Ez a védőoltás egyébként mindenki számára elérhető, nőgyógyász, illetve háziorvos is fel tudja írni, és ezt az oltóanyagot be is tudják adni. Mit lehet tudni erről a védőoltásról? Most már ingyenes, vagy még nem? A hetedik osztályos lányoknak igen, ez ingyenes, viszont vényköteles és, és nem ingyenes más nők számára. Uh -huh. Szoktak élni a lehetőséggel? Mennyire élnek a lehetőséggel? Mi a tapasztalat itt Nyíregyházán, akár már Bereg megyében? Az a tapasztalatom már csak a saját ismerettségi körömben is, hogy egyre elterjedtebb a védőoltásnak a, a a beadatása, hiszen egyre többet hallunk a betegségről is, hál' Istennek egyre többet hallunk a betegség megelőzési módjairól is, ezért azt gondolom, hogy egyre több nő adatja be magának a védőoltást, illetve a gyermekeinek a védőoltást. Mikor gyanakodjunk? A ményakrák megbetegedés? Akár a ményakrák, illetve a petefészekrák esetében. A petefészekrák azért is mondható alattomosabb betegségnek, mint a ményakrák, mert kezdeti stádiumban nagyon könnyen összekeverhető emésztőrendszeri gyomor, illetve bélpanaszokkal igazából a szűrővizsgálat az, ami célra vezető itt a korai felismerésében, pontosan ezért is alattomosabb, mert kicsit összekeverhetők a tünetek. A ményakrákkal kapcsolatban mindenképpen érdemes nőgyógyászhoz fordulni akkor, hogyha nem rendszeres egy hölgynek, a menstruációja, hasi fájda, alhasi panaszai vannak, vagy elnehezült hüvei érzése a hölgynek mindenképpen az érdemes fordulni ezekben az esetekben. Önök az alapítványon belül még melyek azok a feladatok, amelyeket fontosnak tartanak? A Májvavirág Alapítványnak a kis vidéki kihelyezett szervezeti egységei, azok mi Májvavirágpontok, összesen nyolc Májvavirágpont van az országban, hál' Istennek, és erre az alapítvány már nagyon büszke, hogy Ennyi város országszerte részt vesz ebben a, a, a programban, illetve lehetőségben? A pontoknak a feladata elsősorban a mennyekrák megelőzés, illetve a betegségre a figyelem felhívása, valamint helyi szinten a betegségben érintett nők összefogása, mindez persze az alapítvány alapelveinek megfelelően. Az mit jelent, hogy mávavirág pont? Önöknek akkor van egy székhelyük, hogyan lehet önökhöz fordulni. Így van, van egy székhelyünk a kis Esztékában, a Szent István utca 14 szám alatt. <coughs> Bocsánat, az első emelet 22-es ajtó alatt elérhetőek vagyunk, de van Facebook oldalunk is, illetve telefonszámunk, e-mail címünk, amin természetesen bárki felveheti így Nyíregyházan velünk a kapcsolatot, de természetesen a Májva Virág Alapítvány elérhetőségei is a honlapjukon is megtalálható, illetve nekik is van Facebook csoportuk, ahol nyugodtan fordulhatnak kérdésekkel a a tagokhoz. Na, no, ez lett volna a másik kérdésem, hogy akkor mivel lehet önökhöz fordulni? Mikor, igaz, domos? Bármikor. Tehát az üzenetekre mindig válaszolunk, a telefonok. A hát betegedés gyanúja esetén, vagy már akkor, amikor diagnosztizálták a betegséget. Megelőzéssel kapcsolatban, védőoltással kapcsolatban, szűréssel kapcsolatban, bármilyen kérdés esetén. Van egyébként az alapítványnak egy zárt Facebook csoportja, ami azokat a, az érintett nőket foglalja magába, akik a, a betegségen keresztül mennek, és egymást támogatva próbálnak ezen, ezen túljutni, ezen a csúnya betegségen. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm.